Barátunk fölhőse, az öregedő Scrooge egyedül vitte üzletét, mert üzlettársa Marley már 7 éve meghalt. Scrooge kőkemény üzletemberként viselkedett. Az üzlet felett megzsarolni, kiforgatni, térdre kényszeríteni, ehhez valóban pompásan értette a vén bűnös. Nemesebb érzések sohasem lágyították meg a szívét. Titokzatos, zárkózott és magányos volt. Ezen a csípősen hideg estén Scrooge irodájában dolgozott. Közben folyamatosan szemmel tartotta egyetlen alkalmazottját, aki sötét, fűtetlen és jéghideg kisodújába leveleket másolt. Boldog karácsony bácsikám! Tessék, hoznak egy szép karácsony koszorút, én szeretnék meghívni a holnap első vacsorára. Boldog karácsony mi? Marhaság, ahogyan a boldogságod is az. Megint eltelt egy év, és semmivel sem lettél gazdagabb. Ugyan mi hasznod van még a karácsonyból? Ez nem számomra a családról, a szeretetről és a jótékony karácsonyról szólt. Igaz, én semmi se hozott, de mégis úgy érzem, hogy évről évre gazdagabb lettem tőle. Az már szent igaz. Még egy szó, és keresett újjárást. Ugyan már ne zsörtölődj, inkább te is légy jókedvű, hiszen ma mindenki boldogan és vidáman ünnepel. Marhaság az egész. Nekem a karácsony azt jelenti, hogy bezár az üzlet, nincs forgalom és ellenőrizni kell a könyvelést. Ahová csak nézek, csupa-csupa veszteség. És most menj, ne zavar tovább, jó éjszakát! Hiába próbálkozol, nem fogod végre megmutatni magad valamit. Mondom, jó éjszakát! Boldog karácsony! Bizonyára ön a tulajdonos, de kicsoda? Scrooge vagy Marley? Marley úr már 7 évvel ezelőtt meghalt. Kedves Scrooge úr, a város szegény gondozó hivatalától jöttünk. Mint tudja, nem mindenki olyan szerencsés, hogy egy kellemes meleg helyen, jó megrakott asztalnál ünnepelje a karácsony. Nem igazságos, hogy egyeseknek még egy meleg szobájuk és néhány tartani valójuk sinem. Ilyenkor karácsonykor különösen fontos, hogy adakozzunk a szegényeknek. Legyen ruhájuk, élelmük, akarójuk és tüzelőjük. Elmegyünk hozzájuk, és adunk nekik azt, amivel szűkölködnek. Ön mennyit tudnak ajánlani a szélre? Semmit sem tudok, hagyjanak békén. Én egész évvel rohadok, keményen megdolgozom a pénzemért, semmi kedvem rossz naplopóknak adni. Így is elég adót fizetek már a szegény házak fenntartására. De uram, gondoljon azokra a szegényekre, akik belehalnának a szégyenbe, ha ilyen intézményekhez kellene fordulni. Nagyszerű, halljanak csak, úgyis gond a túlnépesedés. Már bocsátott kérem. Ideje menniük, viszont látok. Gondolom holnapra szabadnapot szeretne kérni. A fenébe is, csak ez miatt a vacak karácsony miatt? Micsoda ostobaság. Nincsen a kifogásra, uram. De van, még mennyire, hogy van. Minden évben december 25-én fizetek magának azért, hogy ne legyen itt. Számolja csak ki, miben van ez nekem 40 év alatt. Sajnálom, uram. Látom, kénytelen vagyok elengedni. De holnap után annál korábban jöjjön be. Scrooge úr későn ért haza néhány szobás lakásába. Otthoni sötétség volt, mert az nem került pénzbe. Már a házba lépéstől kezdve, mintha mindenütt régi üzlettársa arcát látta volna, és úgy érezte, nincs egyedül, ezért gyertyájával minden helyre bevilágított. Mi ez a zaj? Uram, teremtöm egy kísértet! Ne bánts! Ne is vesz, Scrooge! Marley, nem lehet! Te 7 éve halott vagy. Mi ez a lánc rajtad? Azért van, ami életembe gúzsba kötöttem magam. Pénz, a gazdaság, gazdaság. A túlvilágon is viselnem kell, és kárcsin egyet a legjobban. Soha nem tettem semmi jót, soha nem segítettem másoknak. Azért értenem van éjjel hozzá, figyelmeztesenek. Mindig jó barátom voltál. Álom szállam fog felkelni, akkor minden nap egy éjjel után. Kedd el szörnyű sorsot, többé nem találkozunk. Emlékezzem, emlékezz, emlékezz. Mikor a Scrooge felébredt, csodálkozott, hogy éjjel van, 12-t mutatott az órája. Nem tudta megmondani, mennyi idő telhetett el a szellemjárás óta. Vagy csak álmodta azt? Nem tudta megmondani. És mivel közeledett az éjjeli egy óra, amit az iménti szellem mondott, lassan múlt számára az idő. Mikor az éjjeli harang jelezte az egy órát, meg is jelent a szellem, aki mintha egyszer lett volna gyermek és aggasztja. Életed elmúlt karácsony estének szelleme vagyok. Azért jöttem, hogy megmutassam neked, milyen is voltál rég, és segítsen neked szembenézni önmagaddal. Most feltárom neked egy-egy régebbi karácsonyot. Már látom, gyerek vagyok még. Egyedül ültem az iskolában, a többieket már rég hazavitték karácsonyozni. Édes bátyám! Tud-e menni
küldött érted. Apa most már sokkal jobb, és semmit nem. Végre együtt karácsonyozhatunk, és ez már mindig így lesz. Gyenge kislányka volt, a szél is elfújta volna, de mindig aranyos és jó színű. Aranyos és jó színű. Kedves ugocskám, már asszony korában is sokat betegeskedett, figyelmem hatnom. De volt a gyermekei? Az unokölcsém, az unokölcsém, akivel én... Nem sokat jelentek én már számodra. Új bárvány találtál magadnak az üzletet, én lemaradtam. Minden ember jólétet szeretne teremteni magának. Túlságosan félsz az élettől, és csak abban reménytek, hogy a pénzet fog megóvni minden bajtól. Milyen szép volt még minden, amit ugyan szegények voltunk, de együtt. Egykor nemesebb céljait, törekvéseit egymás után adtad fel, hogy végül legátkosabb szenvedély, a nyerészkedés eluralkodjék rajtad. Régóta figyellek már, és most minden világosan látok. Csak rájöttem észre, hogy mennek az élet dolgai. De érzéseim nem változtak. Új gondolkodás. Új gondolkodásod és életformád. Elárulták a szabadulni akarszabban a kötelékből, amit jelentek számodra. Te már csak a haszonban és a jelenségben hiszel. A mai eszedben ilyen szegényen nem választanám. Vagy ha mégis, te szeressen meg bennem. Ezért most elbújtudom tőled. Most, amit szívem, hogy csorú zsívom szerelemben az irányítanak meg jel, aki egyszer van. Elég volt szellem. Elég. Következő nap éjjelén Scrooge már igyekezett lelkileg felkészülni az újabb jelenésre, egy idő után fel is kelt ágyából. A szoba, amelybe belépett, ugyanaz a szoba volt, amit évek óta általában ebédlőjének ismert. De amint jobban körülnézett, látta, hogy valami csodálatos változás ment végbe a szobán. A kandallóban hatalmasan lobogó lánggal égett a tűz. A szoba közepén sült pulykák, libák, ropogós malacsűr, piros almák, sárga narancsok, kürtös kalácsok, csillogó üvegekben forralt volt. Ott ült az asztalnál a szellem, vidámság és életöröm tükröződött arcán. Gyere közel! Nézd meg jól! Én vagyok az idei karácsony szellem. Szellem, induljunk, vezess bárhová! A tegnapi nap is fontos volt, és remélem tőled is tanulhatod. Gyere velem, és nézd meg, hogyan ünneplik a karácsony mellett. Keresztül haladtak az éjszakai utcán. Nagyon rossz hideg idő volt, de a karácsony hangulatától mégis gyerű, és öröm volt a levegőben. Szép estőt megvöztem. Íme, itt egyetlen alkalmazottad, aki nélkül nem tudnál megvenni. Látom már, ő Bob, nálam dolgozik. Sokat dolgozik. Amennyit te fizetsz neki, megélni alig tudnak, de mégis megkísérlik, hogy szépfé tegyék ezt az estét. Igaz?
Rúzs úr egészségére, az ő egészségére, akinek ezt a szép estét köszönhetjük. Valóban neki köszönhetjük, volna csak itt, majd megtanítanám arra, mi a karácsony. Neked is mikor máskor juthat neszedbe inni egy ilyen helyzetbe? Fugad! Kardin, szintén ember evi. Szerinted végig tudod mondani ezt komolyan újra? Neked is mikor máskor juthatna eszedbe inni egy ilyen házgyártos fokar kabli szétrön ember egészségre, mint amilyen főnök sztrucs? Drágább, jó egészséget én csak neked kívánok, sztrucs úrnak kívánok, nem boldog magusra, legyen boldog vele, olyan boldog, ahogy én kívánok. Képzeld, a karácsony megkészítette. Istenre, micsoda ostobaság. Én ezt mondom, így is gondolja. Annál nagyobb szégyen ránézve, és tény már megkorogatva? Az, de mit ér vele? Semmi. Semmi jól nem használja a pénzét. Még arra sem, hogy boldog, és kényelmesen élje. Nekem úgy semmi bajom sincsen. Tényleg nem haragszol? Igazad van, csak sajnálni lehet, hogy nem értem. Nézd, gyerekek szépen eljátszok, erre is tudjam. Épp egy új játék kezdődött. Maradjunk még egy fél órácska? Valóban. Pekab a fehér, igen nemet játszana. A kérdésekből ítélve egy állatot kell kitalálni, ami vad, kellemetlen, morog és dörmög. Nem medve az. A te neved a feladvány. No gyerekek, Scrooge bácsi nem jött el, mégis a nemet szerzettek. Ilyen Scrooge bácsi. Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk neki. Akár tetszik, akár nem. Éljen! Éljen! Te biztosan az eljövendő karácsony szelleme vagy. Félek tőled, van miért? Tehát nem szólhatsz. Követlek, tedd fel nekem a jövőt. Hallottak, mert ez a tudják új hívét, a Bénycsugori meghalt. Én meg azt hittem, örökké fog élni. És én olyan voltunk barátja, mirált a pénzem, hogy értében összeállácsolt, mert ő kirajtatta. Egy biztos, nem rám. De nekem mi közöm mindenhez? Valószínűleg hoztad nekem valamit? Csak takarítottam az öreg lakását, összetudtam szedni egy-két értékes tejet. A halottnak már úgy sem kell. Meg nem is hagyta senkire. Nem szeretett senkit. Én néhány takarót húztam ki a holttest alól, de meg ez a gyönyörű ing, ezt sem hagytam kárba vezni. Úgyhogy lehúztam róla, mielőtt sírba tették. Jól tettem. Ő is ezt tette volna magában, mennyit csak a fejet használt nézve. Embertelen beszéd, de hadd lássam a halottat, ki volt az? Ne, nem lehet. Én. De hát mégsem haltam meg. Ó, köszönöm, megértettem a leckét. Igen, a múltban, a jelenben és a jövőben emlékszem. A múltban, a jelenben és a jövőben emlékszem. Kivezetnek utána a szellemek. Igen, a múltban, a jelenben és a jövőben akarok élni. Te, fiú, hányadika van ma? Karácsony első napja! Tehát csak egyetlen nap volt, amíg a szellemek meglátogattak. No akkor, sietni kell, sok a dolog. Hé, barátom, jól megy az üzlet? Egy finom pulyka sültet rendelni, tálom mindenféle jóval felítve estére. Képzeljétek, mert adom a Jadusz Krúcsra szegények javára. Egy egész vagyon, és kellemesen el is beszélgettünk. Ugye, valóságos csoda, mekkora pulyka sültet küldött már vacsorára. Beteg kisfiam meg is mondta, hogy a pulyka nehezed nála. De utána már más volt, annyit evett belőle. Scrooge úr másnap előttem jött be az irodába, és a befűtött helyiség várt rám. De most jön a lényeg, akkor a karácsonyi ajándékot és fizetésemelést adott, hogy nem a betegségtől költem. Mi is nagyon meglepődtünk, amikor bejött hozzánk este vacsorára, de el volt mindenkivel, és mindenki jön vele. És beszélt a maga beteg kisfiáról is. Szerintem nem kell többé aggódnunk érte. Szerintem ez lett a kulcsa a javuláshoz. Scrooge megtartotta a szavát. Kicsit Tibihez, aki nem halt meg, gondol és gyöngét volt, mintha az apja lett volna. A karácsony pedig úgy megünnepelte, hogy bárki példát vehetett róla.
Isten áldja meg érte őt és mindazokat, akik hozzá hasonlóan cselekszenek. Karácsony mindenkinek, végig is karácsony.